És a stúdióban Szanyi Tibor, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szanyi Tibor, aki egyébként az ISZOM pártnak a miniszterelnök jelöltje, jó reggelt még egyszer így is, hadd mutassam akkor be. Köszönöm szépen, simulékony, jó reggelt kívánok. Ja, nem tetszett, amit mondtunk, hogy kint beszélget már Dávid. Nekem nagyon tetszett. Ön például kérdezi, én válaszolok, nem mondja, hogy nem vagyok simulékony. Jó. Kérdezni fogom leginkább arról, hogy, vagy elsőként, nem is az, hogy leginkább, de elsőként arról, hogy mintha egy kicsit felhúzta volna magát azon, amikor Brenner Koloman itt volt nálunk tegnap, vagy tegnap előtt a stúdióban, és egészen konkrétan azt mondta, hogy önök, mármint ugye az ISZOM párt, az egy szélső balos párt, amelyet egyébként a Fidesz is támogat. Miért sértődött ezen meg? Igazából nem... Hát lehet, hogy megsértődtem, ezt is lehet mondani. Ez, hogy lehet, hát ez az ember tudja, hogy megsértődik, vagy nem. Én nem sértődtem meg, de lehet, hogy úgy tűnik. Szóval a lényeg az, hogy tulajdonképpen az ISZOM, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, az valóban egy virtigli, vegytiszta baloldali párt. Na most azért a világon mindenütt, Magyarországot leszámítva, minden baloldali pártnak az alapokmánya úgy kezdődik, hogy a párt célja a szocializmus elérése. Mi ezt felvállaltuk Magyarországon, és ebből kivertük a biztosítékot, hogy mit akarunk mi szocializmus, miközben a szocializmus csak annyit jelent, hogy a javaknak az igazságos elosztása oly módon, hogy mindenki jól éljen. Ez a szocializmus. Na most... Ezt azért Magyarországon már nem nagyon akarták az emberek. De. Igen? Ő mindenféle... Ja, nem volt a rendszerváltás akkor? Az volt, de az nem feltétlenül az emberek akaratából volt, annak egy meghatározó geovilágpolitikai... Tehát nem akarták az emberek. Én ezt nem állítom, én azt állítom, de most hogy... mondta, hogy nem az emberek akaratából volt. Hát ez így van. Tehát, hogyha az emberek akaratát néztük volna, akkor valószínűleg az akkori alkotmány szerinti úgynevezett demokratikus piacgazdaság valósult volna meg, ez elmaradt. Lépjünk is ezen túl. Alapvetően az, hogy szélsőbalos pártá vált, az összefüggésbe hozható az Brenner Koloman szerint, amit az ISZOM is elkezdett az elmúlt hónapokban, Székely Sándor itt ült Dávid Ferenccel a stúdióban 2,5 hónappal ezelőtt, szinte egymás torkának ugrottak amiatt, hogy mekkora a realitás annak, hogy 250 000 forintos minimálbér legyen Magyarországon. Ennek úgy döntöttek, hogy elkezdik járni az országot, és aláírásgyűjtésbe kezdenek. Hol tart ez az aláírásgyűjtés? Hát most már bőven 100 000 fölött van az aláíróknak a száma, ennél lehetne jóval több is, ennyi embert tudtunk eddig elérni. Tehát kevesen vannak rá. Nem, én azt mondom, hogy ez nagyon szép eredmény, csak ennél sokkal-sokkal többen lennének, akik ezt hajlandók lennek aláírni. Mi a cél? Főképpen kis településeken. Kis településeken írnak alá az emberek, és ahogy egyébként Huszti Andrea az elnökünk mondta a minap, hogy egyszerűen nincs kérdés. Tehát az emberek teljesen normálisnak és értelmes célkitűzésnek veszik ezt a 250 000 forintos nettó minimálbért. De, és akkor itt jön a piszok nagy de. Szóval mi minden kritikát jó szívvel fogadunk, például Dávid Ferenc kritikáját is jó szívvel fogadjuk, és igazából akkor vagyok én egy kicsit dühös, amikor olyas valaki, egy igazi náci gyökerekkel rendelkező mozgalomnak az egyik embere, aki ráadásul még annak idején az ELTE-n úgy akart egy diáksztrájkot leverni, hogy lezáratta a WC-ket, aki bemegy a Fidesz-szel és Európa legborzalmasabb homofób törvényét megszavazza, megszavazzák az alaptörvénynek a nem tudom hány kiegészítését az összes disznósággal együtt, ez az ember zokszó nélkül meri mondani rólunk azt, hogy mi szélső balosok lennénk. A másik pedig az, hogy, és itt azért utalnék ezekre a választásokra, ő sérelmezte, hogy mi 4%-ot elvettünk szerinte tőle a borsodi időközi választások idején. Hát elnézést, hogyha ilyen hülyeséget akarnánk mondani, akkor azt mondjuk, hogy ő meg 40-et vett el tőlünk. Uh-huh. Szóval ilyen nincs, hogy a pártok egymástól vesznek el szavazat, a szavazópolgár adja oda valakinek. És gyakorlatilag mindaddig, amíg a pártok egymást címkézik, addig elsikkad az, amiről a mi aláírásgyűjtésünk szól, hogy az emberek jövedelmével kellene foglalkozni, és ez a 250 000 forintos nettó, mielőtt megkérdezett, hogy miből, ez pusztán osztozkodás kérdése. Mi azt mondjuk, van ennyi és ennyi megtermelt érték Magyarországon, ebből simán kijusson a melósnak 250 000 forint. Szerintem valószínűleg mindenki örülne ennek, de hogyha erre a kérdésre
meg azt is ráírták volna, hogy szeretne esetleg egy sportkocsit, vagy egy nyaralót a Balaton mellett, akkor azt is aláírnák az emberek. Próbálja ki, szerintem nem biztos. Tehát, nem tudom, valószínűleg én sem rukkolnék ezzel elő, csak azt mondom, hogy persze, hogy aláírják nagyon sokan, amikor a pénznek, amiből ugye alapvetően élünk, annak mindenki örül, az, hogy gazdaságának mekkora a realitása, az már egy másik kérdés. Hogyan akarnak győzni, és akkor most térjünk át azért arra, hogy 9 hónap van körülbelül az országgyűlési választásokig, hogyan akarnak győzni akkor, amikor a legfrissebb kutatások szerint is ön, mint miniszterelnök jelölt sehol nincs, nem is mérik szerintem Szanyi Tibort. Ezzel szemben viszont Dobrev Klára a legfrissebb felmérések szerint vezet. Őt követi Karácsony Gergely, és azt követi pedig, vagy őt követi utána Jakab Péter. Szanyi Tibor hol van ezen a listán? Hát ez attól függ, hogy fölrakják az embert a listára, és megkérdezik-e róla az emberek véleményét, vagy sem. Hát lehet, hogy olyan embereket tesznek fel, akik méltetőek. A közvéleménykutatóknak egy része, az konkrétan egyféle kartelbe tömörült, és közölték egyébként itt ebben a stúdióban is, hogy ők a 6 ellenzéki párton kívül semmit nem mérnek. Egyébként Pálinkás Józsefet sem érik, és még sok mindenki más nem mérnek. Pontosan mérnek, csak nem mondják. Ez egyébként mérték Pálinkást, Józsefet pont így a pulzusnál, igen. Na most a helyzet az, hogy nekünk is vannak méréseink, és ezek azt mutatják, hogy igenis reális célkitűzés, hogy az ISZOM, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom 2022 tavaszára az 5%-os küszöb környékére kerüljön, mi szeretnénk a fölé jutni. Magyarul nekünk az a célunk, hogy egy országgyűlési frakciót tudjunk létrehozni azért, hogy arra a pozícióra tudjunk szert tenni, hogy ne csak itt stúdiókban, meg a médiában, meg a saját aktivistáinkon keresztül, hanem az országgyűlésben adódó eszközökkel is ki tudjuk kényszeríteni ezt a 250 000 forintot. Még egy minimálbért. Ez még sok minden más, az 50 000 forintos családi pótlék, az 50 000 forintos nyugdíjemelés, illetve 100 000 forintos szociális minimum jövedelem, de ezek csak a számok, tehát ennél sokkal bővebb a program. Igen, csak 15 másodpercben válaszoljon. Az MSZP körül mostában elég hangos ugye a zaj, vagy nagy a zaj, akkor inkább úgy mondom, valakik jelezték esetleg az ISZOM felé, hogy szeretnének oda menni önökhöz majd a későbbiekben, vagy ha majd bejutnak a parlamentbe, lesz saját frakciójuk, hogy akkor majd oda szeretnének beülni inkább? Az a helyzet, hogy ezek a primadonnák, akik úgy egyik párból a másikból igazolnak, hogy hol kap igazi jelölti státuszt, velük nem foglalkozunk. A szavazók viszont, na azok már sokkal többet elmondanak nekünk erről a dologról. Mi úgy érezzük, hogy mindazon szavazók, akiket a magukat baloldalinak hazudó ilyen-olyan pártok korábban maguk mögött tudhattak, ezek a szavazók, ezek szépen lassan és nagyon nagy mértékben kezdenek átáramlani hozzánk, és ez a mostani vidéki állásunknak az egyik fő tanulsága. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.